Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Meghiúsuló beruházások, a szexárdiak fel vannak háborodva. Kiemelt szerep Szexárdnak, a Tolnai megyeszékhely környékét fejlesztené a megyei önkormányzat. Paks 2 vállalkozói információs pont nyílt a városban. Bajban vannak a dinnye termesztők, fele annyi lehet a termés, mint tavaly. Felháborítja az emberek többségét, hogy a közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező éjjel Szexárd döntése miatt meghiúsulnak fejlesztések a városban. Az ő döntésük miatt nem fog megépülni a Szabó Dezső utcában az orvosi rendelő, sőt a korábban kapott pályázati pénzből máshol sem, mert a városnak vissza kell fizetnie az erre kapott 80 millió forintot az államnak. A pénzügyminisztérium döntése nyomán ugyanis új helyszínt nem tudnak támogatni ebben a pályázatban. Nem nagyon örülünk neki. Így is elég rossz állapotban van az egészségügy, és főleg nem lesz akkor még rosszabb. Hát ez a húzavona, amit itt csináltak a városba, hogy most ideépítsék, odaépítsék, itt legyen, ott legyen, hát végre már döntésre juthatnának és pozitív irányba. Az emberek többsége szerint felháborító, hogy a Szexárdon évek óta tartó alapegészségügyi fejlesztés sorozatot megakasztotta az Éljen Szexárd frakció. Elég szomorú szerintem. Akkor nincs betegellátása, nincs orvosi rendelő. Volt, aki azt mondta, a vita végének örül, az orvosi rendelő meghiúsulását azonban sajnálja. Örülök, hogy nincs vita. Más nem volt tisztában azzal, hogy vissza kell fizetnie a városnak a pénzt. Nem kell visszafizetni, kiállítja ezt. Több szexárdi azt mondja, nagyon szomorú, hogy vissza kell fizetni a forrást, és nem lesz orvosi rendelő, valamint más fejlesztések is veszélyben vannak. Természetesen felháborít. Itt a szexárdi Szabó Dezső utca mellett épült volna meg az új házi orvosi rendelő. Két körzet 4700 lakóját érintette volna a fejlesztés. Mostanra viszont már biztos, hogy a pályázati pénzből tervezett 80 millió forintos fejlesztésre nem kerül sor. Az Éljen Szexárd frakció ugyanis a környék néhány lakójának tiltakozására hivatkozva leállította az építkezést, és új helyszínt akarnak keresni a rendelőnek. Annak ellenére, hogy korábban ők is megszavazták az építkezést. A pénzügyminisztérium toppos pályázatokért felelős helyettes államtitkára viszont azt írta levélben az önkormányzatnak, hogy az állam nem ad támogatást akkor, ha a rendelő más helyszínen épül meg. Hogyha innen el szeretné vinni a város más területre, akkor egyértelmű, hogy ezek a források nem fognak rendelkezésre állni, hiszen vissza kell adni a pénzt. Ez körülbelül 80 millió forint maga a beruházás, és akkor még a kárterítésen 100 millió forint körüli összegről beszélünk. Vissza kell adni, le kell zárni a projektet, és újra pályázni kell. De ahhoz, hogy újra tudjunk pályázni, újra meg kell nyitni a minisztériumnak ezt a pályázati ablakot. Hasonló helyzet alakult ki a Szőlőhegyi óvodánál is. Az Éljen Szexárd frakció ott is át akarja alakítatni a már kész terveket. Ezért félő, hogy a város az óvoda felújításra kapott pályázati pénzt is elbukja majd. Kiemelt szerepet szán a Tolna megyei önkormányzat a következő 5 éves uniós finanszírozási ciklusban Szexárdnak és a Tolnai megyeszékhely környékének. Erről a Rádió 1-nek adott interjújában beszélt a megyei közgyűlés alelnöke. Orbán Attila azt mondta, már most elkezdték felmérni a települések fejlesztési igényeit. Kerékpárral a Tolna megyei önkormányzat udvaráról indult el a palánki síótöltéshez a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. A helyszín és a közlekedési eszköz kiválasztása nem volt véletlen. Szexárdnak és a város mellett folyó síónak, valamint a Tolnai megyeszékhely környékének ugyanis kiemelt szerepült a Tolna megyei önkormányzat Tolna 109 elnevezési területfejlesztési programjában. Erről az ország leghallgatottabb rádió csatornáján a Rádió 1 műsorában beszélt Orbán Attila. Szexárd a szíve az egész koncepciónak, és főleg a Szexárd körüli településeknek a fejlesztése Szexárdhoz kapcsolódik. Csak mondanék egy példát, a Sióagárdi kerékpárút Sióagárdról Szexárd felé tart, vagy egy másik fejlesztésünk, ami sokkal nagyobb, a Sió projekt, mivel itt Szexárd alatt halad el a Sió csatorna, ez is kötődik Szexárdhoz. A Tolna 109 nevű program során a
Tolna megyei önkormányzat elnöke és alelnöke személyesen keresi fel a Tolna megyében található 109 település valamennyi polgármesterét, hogy a tervezett fejlesztéseikről egyeztessenek. A Magyar Falu program mellett ugyanis a tervek szerint a kormány a következő uniós ciklusban is jelentős térségfejlesztési feladatokat bíz majd a megyei önkormányzatokra. Megalakult a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács. A tanács feladata lesz, hogy a paksi atomerőmű bővítéshez kapcsolódva kidolgozza a szükséges térségfejlesztési koncepciót. 10 éves távlatban új Duna híd épül, vasúti vonalakat kell felújítani, kikötőfejlesztés várható, valamint települési infrastruktúra fejlesztések is megvalósulnak majd. A tanács elnökévé a tagok a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter delegált tagját, Mikulás Brigitta főosztályvezetőt választották. A tanács 4 alelnököt választott, Marcinkó Zoltán István helyettes államtitkár, a pénzügyminisztérium delegált tagját, továbbá a kiemelt térség 3 érintett megyéjének megyei közgyűlési elnökeit, Fehérvári Tamást, Rideg Lászlót és Molnár Krisztiánt. Vállalkozói információs pont nyílt Pakson. Az iroda azoknak a hazai vállalkozásoknak kíván segíteni, akik Paks 2 projektben szeretnének részt venni. A cégvezetők itt többek között a kiírt pályázatok részleteiről és arról kapnak bővebb tájékoztatást, miként válhatnak beszállítóvá. Kifejezetten a munkáltatókkal, cégvezetőkkel, érdeklődőkkel való kapcsolattartásnak a pontja lenne. A vállalkozói információs pont a 6-os főút mellett a lámpás kereszteződésnél található. Megjelenésével is impozáns, a leendő Paks 2 beruházás épületeit tükrözi. A hazai vállalkozások itt a helyszínen regisztrációt követően tájékozódhatnak a beszállítóvá válás alapvető feltételeiről. Alapvetően a 90%-át a munkáknak az orosz fél fogja kiírni pályázati formába. Értelemszerűen a külső munkákkal kapcsolatos dolgok, nagy részét az pedig a PIP, Non-Profit Kft. Írja ki, vagy pedig olyan állami cég, hisz több minden zajlik, ugye útfelújítással kapcsolatos dolgokat azt nem mi írtuk ki, nem mi írtuk ki ugye a híddal kapcsolatos dolgokat, a vasúti felújítások, tehát ezek, mint mondtam, elkezdődtek. A vállalkozások a pályázatok kiírásával kapcsolatban részletes tájékoztatást kaphatnak. Itt minden olyan információ elérhető számukra, melyekkel be tudnak kapcsolódni a munkákba. A cél továbbra is az, hogy minél több helyi és magyar vállalkozás profitálhasson a Paks 2 projektből. Fölvonulási területen egyébként most is magyarok dolgoznak, ott szeretnénk mind a 80 épületet, hogy magyar kivitelezők végezzék a munkát. Hangsúlyozom ott is, mivel az orosz fővállalkozás egy épület a miénk, ami most elkezdett épülni, ez a Paks 2-nek a irodaháza. A kisebb vállalkozások, ha társulnak, szövetkeznek, akkor azok is részesülhetnek a munkafolyamatokból, fejtette ki Süli János miniszter. Ezért is van szükség a vállalkozói információs pontra. Semmi biztosat senki nem tud, amit lehet tenni ilyenkor, az ember leadja a megrendeléseit. Mi közel 5 millió vakcinát rendeltünk, ha lesz vakcina, nálunk is lesz, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorán. A kormányfő szerint nem vált az emberi civilizáció dicsőségére az a verseny, amely tavasszal különböző ázsiai reptereken folyt az egészségügyi eszközökért. Ezért abban bízik, hogy a világ rendezettebben fordul rá a járvány feltételezett második hullámára. A járvány miatti korlátozások május végi feloldása után júniusban a belföldi vendégéjszaka forgalom több mint 4-szeresére nőtt, de a vendégéjszakák száma még 75%-os mínuszban volt. A koronavírus járvány hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma ekkor 93, a belföldi vendégek által eltöltötteké 59%-kal volt kevesebb az előző év azonos időszakában mértnél. Összességében 75%-kal csökkent a vendégéjszakák száma júniusban, a májusi mínusz még 93%-os volt.
Megsínlették a dinnye termesztők a változékony időjárást, fele annyi az eladható termésük száma, mint tavaly, ez jelentős anyagi veszteséget okozhat a számukra. Járja a falvakat a mozgó dinnyeárus. 30 éves családi tradíciót követ Lakatos János a dinnye termesztéssel és a kis mozgóboltjával. Az idei változékony időjárás azonban őt sem kímélte. Sokan panaszkodnak, hogy 40-50%-kal csökkent a termésük az előző évhez képest. A hideg éjszakák és a csapadékmentes időjárás nem kedvezett a dinnye termésnek, sőt, kisebbek is lettek a gyümölcsök a megszokottnál. Az idei szezon későn kezdődött, de reménykednek a termelők, hogy később is ér véget. Ami korai eladásra volt számva, fólia fedésű dinnye, az a hideg éjszakák, száraz hideg éjszakák miatt annyira megsínlette a gyökérzet, hogy igazából ami adatott is nekünk termés, az is annyira kisméretű volt, hogy a beltartalomra értékes volt, de viszont méretre meg hát lényegesen kisebb. A termesztő szerint a gyümölcs minőségével nincs gond. A baj az, hogy ami eddig 7 kilós szokott lenni, azaz idén maximum 4 kilósra nőtt meg. Ez a bevétel szempontjából sem elhanyagolható. Ebben a szezonban egy tő egy egészséges termést tudott kinevelni. Ha ideális lenne az időjárás, ez lehetett volna 2, vagy egy későbbi virágzással akár 3 egészséges termés is, mondta Lakatos János kistermelő. Azt mondja, nagyon ki vannak szolgáltatva az időjárásnak. A most érő dínyéivel meg van elégedve, de mivel az időjárás kiszámíthatatlan, így ő sem maradhat nyugodt. Feltűnően szép lett és egészséges a jelenlegi helyzet szerint, de ezt az egy eső, egy hidegebb éjszaka, egy ködösebb éjszaka mindjárt meg tudja fordítani. Az érésbe levő dínyeim pillanatok alatt tönkre tudnak menni, berohadnak, foltosodnak, ami már ugye nem piacképes. A magyar szabadföldi dinnye megjelenésével közel felére csökkent a gyümölcs ára az egy hónappal ezelőttihez képest. A nagyobb üzletláncokban már 100-120 forintért megkaphatjuk kilóját a görög dinnyének. A mozgóboltnál még 200 forint fölött juthatunk hozzá, de ebben az árban egyéb költségek is benne vannak. Felismerhetetlenné vertek egy 55 éves férfit Decsen, a négy főből álló társaság tagjai egy kis vendéglő előtt kértek pénzt az áldozattól, mivel ő ezt megtagadta, bántalmazni kezdték. A banda tagjai áldozatukat a közeli erdőbe vonszolták, ahol tovább ütötték és rúgták, elvették tőle övtáskáját, amiben benne voltak okmányai, 6200 forintja és mobiltelefonja, majd magára hagyták. A rendőrök elfogták a tetteseket, a szekszárdi rendőrkapitányság csoportosan elkövetett rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 23 éves szekszárdi férfi, egy 18 éves decsi férfi, valamint egy 15 éves és egy 14 éves kunszentmiklósi lány ellen. A szekszárdi rendőrök a hely és személyismeretének, valamint az adatgyűjtés tanúkutatás eredményeként azonosították az elkövetőket, akiket elfogtak és előállítottak. A nyomozók a tetteseket gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek le tartóztatásuk indítványozására. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Gazdasági stratégia új testület, választást tartottak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. 50 darab csomagot adományozott egy pécsi cég, igazoltan rászoruló családokon segítenek. Még fejlesztésekre van szükség, ideiglenesen Kozár Michelin lett a Szent Lőrinc hazai pályája. Fiatalítás a testületben, önálló támogatási rendszer a helyi vállalkozásoknak, közös stratégia a helyi döntéshozókkal, erről beszélt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara új elnöke. Augusztus 4-én tartottak tisztújító küldött gyűlést a gazdasági önkormányzatnál. A következő 4 év feladatairól, a COVID-járvány negatív hatásainak csökkentéséről is beszélt az elnök. Újra Sikfői Tamás lesz a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a következő 4 évben. Erről döntöttek a gazdasági önkormányzat tisztújító küldött gyűlésén augusztus 4-én. A következő időszak feladatairól kérdeztük a régi új elnököt. Önállóan, például az idegenforgalom területén látható, hogy szükség lenne egy operatív programba, amely cégek fejlesztéséért fogja össze, és más szakterületeken, az iparfejlesztéstől kezdve nagyon sok területen.
Ez a következő 4 év erről fog szólni, tehát közvetlen vállalkozói fejlesztéseket fogunk menedzselni, összekapcsoljuk azokat a piacokat, azokat a szereplőket, akik szinergiákat tudnak felszabadítani, és ugye mind a forgalmak, mind a profitabilitásuk nőni fog. A Covid-járvány napról napra alakítja azokat a körülményeket, amelyek befolyásolják a helyi gazdaság teljesítményét is. Erre tud reagálni a kamarai szervezet a bizottsági munkájukon keresztül, mondja az elnök. Ilyen fontos terület például a turizmus, amelynél egy jól ismert szakember került irányító pozícióba. Kolár László elnök úr fogja vezetni az idegenforgalmi bizottságot BIK-kal, hogy kiemelt turisztikai vezetővé való nyilvánítást el tudjuk érni a területre. A többi területen az iparfejlesztésnél például, vagy a HR szinten szintén van nagyon fontos következményei járványnak. Látom azt, hogy gyűlik össze az a célrendszer, hogy hol kell a kamarának beavatkoznia, illetve hol kell kérnie helyi vagy országos tényezők beavatkozását annak érdekében, hogy a versenyképesség nőjön. Fontos az is, hogy az a stratégiai terv, amely a megye gazdaságát fejlesztené, megvalósuljon. A járvány előtt a megyei és az egyetemi vezetéssel együtt az iparkamara dolgozott ki egy elképzelést, amelyet a Technológiai és Innovációs Minisztériummal egyeztettek. Ezt újra elő kell venni és megvalósítani, hogy ne szakadjon le végképp a megye gazdasága, mondta az elnök. Tisztálkodó szerek, tolltartó és színes ceruza is került azokba a csomagokba, amiket a HR Rend Kft. Adományozott a Mosoly Manó Egyesület számára. A munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó cég életében fontos szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalás, ezért segítenek a nehéz helyzetben élőkön. Az egyesületnél pedig igazoltan rászoruló családokhoz kerülnek a csomagok, az adományok 50 háztartásba jutnak el hamarosan. Hátizsákokkal teli autó érkezett a Mosoly Manó Egyesület épületéhez. A HR Rend Kft. Üzletág vezetője a cég nevében 50 darab csomagot juttatott el a szervezethez. A táskákban tisztálkodási szerek, törölköző, tolltartó és színes ceruzák is helyet kaptak. A vállalat számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért is segítenek a rászoruló családokon. A HR Rend Kft.-nek, mint felelős munkáltatónak ma már nem csak az a feladata, hogy szakértelmével támogassa a munkavállalókat és a megbízókat, hanem a társadalmi felelősségvállalásban is az élen kell járnia. A Mosoly Manóban egy olyan partnert találtunk, aki hiteles és hasonló értékeket vall, mint mi, ezért a jövőben is támogatni fogjuk őket, és mindenféle kezdeményezéseikhez kapcsolódni fogunk. Úgy gondoljuk, hogy a szeptemberi iskola kezdés mindig nagy terhet ró a családokra, ezért próbáljuk ezzel az adománnyal is könnyíteni a mindennapjaikat. A csomagok ugyanis igazoltan rászoruló családokhoz kerülnek, akik a Mosoly Manó Egyesületnél regisztráltak. Az adományokra online nyújthatták be igényüket a szülők. Azoknak szeretnénk segíteni, akik maguk is tesznek azért, hogy kikerüljenek a gödörből. Mi, amit lehet, maximálisan megteszünk. Az adományozóink, mint a HR-t is, illetve más magánszemélyek szintén sokszor helyükön felül vállalnak adományt vagy segítséget. Az egyesület a napokban további az iskolakezdést könnyítő csomagokat állít össze a családoknak, de az óvodáskorú gyermekeknek is segítenek. Vállalta az MB2-es labdarúgó bajnokság kihívásait a Szent Lőrinc Ese is, amely a nyugati csoportot megnyerő, de feljutási jogával nem élő Ért helyett lépett fel legjobb másodikként a profiligába. A szerepléshez azonban infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség, így az első 4 hazai fordulót máshol kell játszania a csapatnak. Az MB3-as HR Rend Kozár Mislány fogadta be erre az időszakra a Szent Lőrincieket. Ritka, hogy másodosztályú labdarúgó mérkőzés zajlik Kozár Mislenyben. Az MB2-be feljutott Szent Lőrinc pályáját a profiligában szerepléshez fejleszteni kell, ezért kerestek a közelben alkalmas helyszínt a hazai mérkőzésekhez. A HR Rend Kozár Mislenyi vezetősége vállalta, hogy befogadja a Szent Lőrincieket, holott így már 3 csapat játszik a pályán. Az első hazai találkozót a Gyirmót ellen játszotta a Szent Lőrinc szerdán Kozár Mislenyben. Azért 3 csapat egy centerpályán az nem egy egészséges dolog. Nyilván jó időben még megoldható, de ahogy jön az esős időszak, úgy már azért kellemetlen, ezért azt mondtuk, hogy egy olyan nagyjából 2 hónapig tudjuk ezt tartani.
természetesen beengedtük őket, mert a baranyai foci az nyilván szeretnénk mi segíteni. A kozármislenyiek számára nem újdonság ez a helyzet. Néhány évvel ezelőtt ugyanis ők is hasonló helyzetben voltak. Nyilván volt a kozármislenyi is olyan helyzetben, hogy a stadionját építették, akkor ugye a Pécs fogadta be a csapatot, de nem szerencsés helyzet ez, de reméljük, hogy a Szentlőrinc is minél hamarabb meg tudja oldani a pályai gondjait, ezzel talán mind a két félnek könnyebbséget tudnának okozni. A Szentlőrincese 2-0-ra legyőzte a Gyirmót együttesét az első hazai mérkőzésén Kozármislenyben. Három pályán összesen 9 hajóosztályban indultak a résztvevők az MVS nagyhajós országos bajnokságban. A technikai versenyre hazánk legjobbjai neveztek, a megmérettetés vasárnapig tart a Balatonon. A kék szalag után a nagyhajós országos bajnokságon versenyeznek 4 napon keresztül a legjobb hazai vitorlázók. A nagyhajós bajnokság ugye mindig változó hajóosztályoknak zajlik, vannak olyan osztályok, akik más konstrukcióban, más felállásban versenyeznek. Most 3 pályán rendezünk versenyt, minden pályán van 3 hajóosztály. Elosztunk a Balatonon, legalábbis így a Füred előtti térségbe. Egyelőre nem láttunk elég erőszeret ahhoz, hogy kiinduljunk. Nem éri el az 5 csomót, ami pedig egy ilyen minimum, és az még azért nem annyira vidám. Ebbe a 3 csomós átlagú szélbe egyelőre parton tartom mind a 3 pályát. Az időjárás ezúttal sem volt kegyes a résztvevőkhöz és a szervezőkhöz. A gyenge szél miatt csak több órás csúszással tudott elrajtolni a verseny. A One Design 11-ben a 40-szeres országos bajnoki cím tulajdonosa, Király Zsolt is ismét vízre szállt. Mint mondja, a kék szalag után a technikai bajnokság teljesen más felkészülést igényelt. Mindegyik más. Mindegyikben más kihívás, más ellenfelek vannak, más pályák, és hát igazán de vízen lenni szabadon. A megmérettetés vasárnapig tart a Balatonon. És végül nézzük fontosabb Tolnamegyei témáinkat még egyszer röviden. Meghiúsuló beruházások, a szekszárdiak fel vannak háborodva. Kiemelt szerep Szekszárdnak, a Tolnai megyeszékhely környékét fejlesztené a megyei önkormányzat. Paks 2 vállalkozói információs pont nyílt a városban. Bajban vannak a dinnye termesztők, fele annyi lehet a termés, mint tavaly. A hétvégén igazi kánikula lesz, szombaton is túlnyomorész napos, meleg, egyre füllettebb időre van kilátás, a déli kora délutáni időszakban erős UV-sugárzással, elvétve futó nyári zápor alakulhat ki, vasárnap és a jövő hét első felében is hamisítatlan nyaraló időre készülhetünk sok napsütéssel. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!